Munkahely van, a szakember nincs, most már ezzel a problémával találják magukat szembe a nagyobb cégek megyénkben is. A közeljövőben elindul a megyei foglalkoztatási paktum, amelyben többek között a munkaerőpiaci képzéseket a foglalkoztatók igényeihez igazítják. 78 ezerre volt kevesebb a nyári hónapokban a munkanélküli, mint tavaly. A javuló foglalkoztatási adatokat a versenyszférában mérték. Összesen 148 ezerrel növekedett a foglalkoztatásban lévők száma, ez 3,5%-os emelkedést jelent. 4.372 ezeren dolgoznak itthon, a KSH adatai szerint. A legjobb munkavállalási korúak a 25-54 éves korosztály. A versenyszférában elhelyezkedők jelentős hányadánál a hazai foglalkoztatók bér- és járuléktámogatást is felhasználnak. Itthon a foglalkoztatásban komoly problémát jelent, hogy nincs elég szakképzett munkaerő. A diplomások körében orvosok, egészségügyi dolgozók, mérnökök és informatikusok lennének. A szakmunkákra és betanított munkákra sok esetben munkaerőt kölcsönöznek a cégek. Naponta 20-30 álláskereső tér be a munkaerő kölcsönzéssel foglalkozó irodába, nem csak a nyugati megyékben, hanem térségünkben is munkaerőt keresnek a multik. A Legóhoz heti rendszerességgel akár 10 főt is kiközvetítenek a munkaerőkölcsönző cégek. Általában határozott idejű szerződéseket kötünk, viszont az összes olyan munkavállalót, aki szeretne ott dolgozni, és aki alkalmasnak bizonyul arra a bizonyos területen munkára, mindig hosszú távú munkalehetőségekkel tudjuk támogatni. Az ügyfeleik álláskeresők, pályakezdők és olyan munkavállalók, akik a jobb ér fejében szívesen váltanának munkahelyet. A megyében működő multik a jövőben növelni szeretnék gyártókapacitásukat, ha ehhez lesz elég munkaerő. A problémára megoldást találhatnak, elindul ugyanis a megyei foglalkoztatási paktum, amit hivatalosan a múlt héten írtak alá. A program a térség foglalkoztatási és gazdasági helyzetén javíthat. 2,6 milliárd forint értékben írtunk alá egy támogatási szerződést a Magyar Állam Kincstár megyei igazgatójával. Támogatási szerződés arról szól, hogy egy megyei foglalkoztatási paktumot működtessünk a következő években. A paktum célkitűzései között szerepel a foglalkoztatási szint növelése, olyan hátrányos helyzetű csoportok bevonása a foglalkoztatásba, akik különben nem találhatnának maguknak munkát a megye munkaerőpiacán. Nagy szükség van erre változatlanul a megyében. Látjuk, érezzük, hogy bizonyos szektorokban munkaerőhiány van, de vannak olyan társadalmi csoportok, amelyek nélkül nehezen tudnának elhelyezkedni a munkaerőpiacon. A megyei önkormányzat és a kormányhivatal működik együtt a projektben. A feladatok koordinálására paktumirodákat hoznak létre. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási paktum irodának a vezetője Pirint Ákos van itt velünk a stúdióban. Jó estét kívánok! Innen folytatjuk a beszélgetést. Tehát megalakult a paktum iroda, mert hogy több paktum iroda is fog alakulni, települési szinten is létrejönnek ezek az irodák. Mi lesz a feladata a megyei irodának? Kezdjük talán ezzel. Onnan indulnék ki, hogy a terület és településfejlesztési operatív program keretében lehetőség nyílik foglalkoztatási együttműködések, paktumok létrehozására, hogy célzottan segítsék az álláskeresőket, inaktívoknak az inaktívok elhelyezkedését. Megyei szinten több mint 7 milliárd forint van erre a célra, ebből a megyei önkormányzat és a kormányhivatal konzorciumi együttműködésben, ahogy elnök úr is említette, 2,6 milliárd forintot már elnyert, ennek a támogatási szerződésének az aláírása megtörtént. A helyi, illetve a megyei jogú városoknak a további támogatására a 7 milliárd maradék részét fordíthatják. A paktumirodák, a paktum szervezetek, illetve az egyéb gazdasági szervezetek, vállalkozások, civil szféra, non-profit szervezetek közötti együttműködéseket próbálja koordinálni, előhozni azokat a problémákat, amiket meg kell oldani a foglalkoztatás területén. Hogyan fog működni ez a gyakorlatban? Hogyan fogják elkezdeni magának a projektnek a megvalósítását? Legfontosabb feladatunk az, hogy először is a paktum szervezetet felállítsuk. Ezeket olyan megyei szervezetekkel, vállalkozásokkal, a gazdasági élet domináns szereplőivel képzeljük el, akik megfelelő tapasztalattal, illetve megfelelő ráhatással vannak a adott területen együttműködésre képes más szervezetekkel. Őket megpróbáljuk meggyőzni arra vonatkozóan, hogy ennek a szervezetnek és ennek a paktumnak mi is lehet tulajdonképpen a célja, és mi kell, hogy a célja legyen. Mit szükséges elérnünk ahhoz, hogy a foglalkoztatás munkanélküliségi rátát tovább csökkentsük, illetve a munkanélkülieknek a számát tulajdonképpen alacsonyabb szintre vigyük.
A Paktum irodának ez is egy feladata, hogy ezeket felkutassa, és a Paktum szervezet keretében segítse a működésüket. Kikkel fogják a kapcsolatot tartani? Milyen szervezetekkel, gazdasági szervezetekkel, önkormányzatokkal, képzőhelyekkel, hogyan fog felépülni így a rendszer? Így van, mindenképpen számítunk a megyei önkormányzatra, a kormányhivatalra, a nagyobb városok önkormányzataira, a kereskedelmi és iparkamarára, civil szervezetekre, illetve a szakképzési centrumokra, illetve minden olyan vállalkozásnak a jelentkezését is fogjuk majd várni, akik dominánsan és meghatározóan a megyei életben, gazdasági életben szerepet vállalnak. Ugye ennek a programnak, ennek az uniós projektnek szerves része az is, hogy feltérképezzék, felmérjék a megye foglalkoztatási helyzetét, elemzéseket készítsenek, és az legyen a kiinduló pont, arra építsék fel az egész programot. Mit látnak most? Gondolom ezek már megtörténtek, ezek a felmérések, ezek az elemzések, hogyha országos viszonylatban nézzük Szabolcs-Szatmár-Bereg megye foglalkoztatási helyzete éppen jelen pillanatban milyen, mi mondható el? Folyamatban vannak ezek az elemzések, hiszen még csak most indult el a projektünk. Egy megvalósíthatósági tanulmány és egy foglalkoztatási stratégia kidolgozása a fő cél. Ezekben meghatározzuk azokat a pontokat, azokat a kitörési pontokat, ahol változtatni tudunk a jelenlegi helyzeteken. Próbáljuk követni, illetve folytatni a jó gyakorlatot a korábbi projektekből kifolyólag, és ezáltal megváltoztatni azt a szemléletet, hogy egy kínálati rendszer van felállítva, mi megpróbáljuk a keresletet megkeresni, és őt, a keresletet kiszolgálni. Tehát fordítva gondolkodnak, meg kell keresni a nagy gazdasági szervezeteket, a munkáltatókat, meg kell nézni, hogy milyen végzettséggel rendelkeznek azok az emberek, akik jelen pillanatban álláskeresők, és valahogy össze kell hozni ezeket az igényeket, össze kell hangolni. Erre törekszenek egyébként folyamatosan a munkaerőpiacon. Mi kell ahhoz, hogy ez sikerüljön? Most már azért vannak olyan eszközök, amivel átképzések, képzések uniós forrásból, de ha csak azt mondom, a második szakma is ingyenes, most már elérhető ez a cél. Nagyon fontos az, hogy nem csak a gazdaság élet nagy szereplőit kívánjuk megszólítani, hanem a kis és közepes vállalkozásokat is szeretnénk, hiszen ők is egy motorja tulajdonképpen a megye gazdasági életének. Nagyon fontos az, hogy ők jelezzék felénk azt, hogy nekik milyen szakképzettségű emberekre lenne szüksége, amit a munkaügyi foglalkoztatási osztály, illetve a foglalkoztatási hivatal dolgozói, illetve foglalkoztatási osztály nem tud kielégíteni a jelenleg a nyilvántartásukban rendelkezésre álló emberek közül. Ezek alapján, a jelzések alapján megpróbálunk egy olyan szakképzési kínálatot összeállítani, ami a munkáltatók oldaláról érkezik. Ezeket a szakképzési irányokat meghatározzuk, amennyiben lehetséges, akkor ezt a kormányhivatal a foglalkoztatási jegyzékére felveszi, ezek kiírásra kerülnek, és azok az emberek, akik dolgozni akarnak, valóban el akarnak helyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon, erre jelentkezhetnek, ha elvégzik, mivel a munkáltatóktól jött ez az igény, ezért garantált is lesz a munka lehetőségük, illetve az elhelyezkedésük. Tudjuk, hogy vannak hiány szakmák, de most már nem csak hiány szakmák, hanem bizonyos szakma csoportokon belül sem találnak szakképzett munkaerőt a foglalkoztatók, tehát most már eléggé széles ez a skála. Milyen szektorban vannak problémák? Mit látnak ezekből az elemzésekből esetleg már most? Én úgy gondolom, hogy a foglalkoztatási osztályoknak a felmérése alapján majdnem minden szektorban vannak hiány szakmák. Ezeket pótolni lehet, de itt nagyon nagy hangsúlyt kellene arra fektetni, hogy az egyén is akarja azt, hogy el akar helyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. Tehát nem elég az, hogy az állami egy állami szerv, egy támogatási rendszer, egy paktum, egy projekt azt akarja, hogy elősegítsük a foglalkoztatást, ha maga az egyén nem akarja ezeket. Ezért is a programon belül vannak segítő egyéb támogatási lehetőségek, szolgáltatások, így van, pontosan ez a megnevezése. Ezekkel a szolgáltatásokkal megpróbálják felrázni az embereket, hogy próbáljanak meg kitörni, és önmaguk is keresni azokat a lehetőségeket, amivel el tudnak helyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. Megkapják azokat a segítségeket, azokat a lehetőségeket, a képzések gyanánt, a munkaerőigényekkel, a kész munkahelyeket kapnak, de ezt nekik is akarni kell. Tehát nem feltétlenül csak a
arra kell törekednünk, hogy minél több mindent tudjunk nyújtani, hanem arra is, hogy ösztönözni kell az embereket arra, hogy igenis elhelyezkedjenek. A felvezető anyagban szerepelt, és ez a KSH adata, hogy javult a foglalkoztatottsági szint, és igazából a versenyszférában mérik ezt a javulást, ezt az emelkedést. De azt tudva lévő, hogy bizonyos megyékben, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is még mindig magas a száma a közfoglalkoztatottaknak. Az egy hosszú távú cél, hogy ezeket az embereket, akit lehet, át kellene irányítani a versenyszférába, és itt jönnek be azok a képzések, amiről itt az elején beszéltünk, hogy hatékony átképzési rendszerre vagy képzési rendszerre lenne szükség, amiben ők is bevonhatók. Milyen lesz a képzési paletta? Mindenképpen számítunk a közfoglalkoztatotti szférára is tulajdonképpen, mert hogy ők is az egyik célcsoportja a projektnek. Nyilván nem az a élet célja bárkinek is, hogy élete végéig közfoglalkoztatásban maradjon, hanem az, hogy megpróbáljon elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. Ahogy említettem, a foglalkoztatási palettát, vagy a képzési palettát, bocsánat, megpróbáljuk minél szélesebbre és minél szélesebbre tárni azok alapján, hogy milyen igények érkeznek a vállalkozásoktól, a gazdasági élet szereplőitől. Ezeket most nehéz megmondani, hogy mik lennének, mivel a kapcsolatot elkezdjük kiépíteni, felvenni a munkáltatókkal, és az ő igényeik alapján fogjuk kialakítani azokat a képzési lehetőséget, amikre jelentkezhetnek majd. Ez a projekt egyébként egészen 2020-ig tart. Igen. Jó, tehát ez egy... Ez egy hosszú távú, és a végkimenete, illetve a cél az, hogy minél magasabb legyen a foglalkoztatotti szint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a lehetőséget.